rossz levegőben ki kéne nyitni valamit. Én már azért kimentem oda ki, de ott meg olyan hideg, nyírkos. Erre felé ki lehet nyitni talán. Kinyitom. Vagy itt, ezt az ablakot inkább? Nem lehet. Ide van támasztva az ajtóhoz. Ezt megpróbálom. Ezt nem fogjuk. Azt ki lehet, akkor nyissa ki, mert borzasztó. Igen. Ez lehet. Nagyszerű. Van. Kinyitom az ajtót is, hogy legyen egy kis húza. Nem csak példát? Nem. Akkor jó. Úgy látom, nem. Akkor nyitva vagyok. Ugye? Nem néztem a programot. Thank you.
Lassacskán mindenkit kérek, foglalja el helyeit. Helyét, igen. Két programpontunk van hátra a mai napon, hogyha Hoppá Mihály továbbra se futnám. Nem szokott. Ez is egy stratégia. Jó. Tehát először Nagy Zoltán, és utána Szigeti. Köszönöm szépen, szeretettel üdvözlök mindenkit, és azért bemutatkoznék, Nagy Zoltán vagyok a Pécsi Egyetemről, és néprajz és kulturális antropológia tanszéken dolgozom, és a kutatási terepen az elsősorban Szibériához, és ott is a hantikhoz kapcsolódik. Ez előjáró, azt hiszem fontos az előadáshoz. Én rögtön azzal kezdeném, ami valójában kellene az előadásunknak a témája legyen, hogy azt gondolom, hogy a Magyarországon a 90-es években a Szibéria kutatás témájában egy a korábbitól teljesen eltérő kérdéseket firtató generáció jelent meg, akik a kutatásaikban elsősorban a jelen kutatásra fókuszáltak, alapvetően szovjet és posztszovjet keretekben kívánták megérteni azt az eseményeket, amik a terepeiken zajlanak, és meghatározóan hosszú idejű állomásozó terepmunkát végeztek a terepen. Ezt azért tartom, ezt fontosnak tartom az elején leszögezni, és igazából egy picit azt szeretném átnézni a következőkben, hogy mihez képest teljesen új ez a generáció. Miért fontos ez egyáltalán? Én azt gondolom, hogy korábban egy egészen más kutatási tradíció volt jellemző a Szibéria kutatásokra, és ezeket kívánnám egy picit összevetni. Elsősorban a finugrisztikai kutatásokról fogok beszélni, mint példáról, bár meggyőződésem szerint az, amit elmondok, az nagyjából egészében igaz, úgy általában a Szibéria kutatásokra is. És először is az értelmezési keretről szeretnék beszélni, amiben gondolkodunk. Az az alapvetésem, hogy a magyar kutatások nagyjából egészében a rendszerváltásig, hogyha Szibériáról beszéltek, Szibériában élő népekről, akkor valamelyes rokonság koncepció volt a kutatásaik mögött, vagy mint a hantiknál nyelvrokonság, vagy pedig egyszerűen kulturális rokonság koncepciója, amikor is valami fajta kapcsolatot keresünk a magyar és az ottani kultúrák között. Annak, hogy a finugrisztikai kutatásokban a nyelvrokonság volt a néprajzban is a kutatásnak az alapja, annak rengeteg következménye van. Egyrészt ennek módszertani következményei voltak, ugyanis a finugor népekkel való néprajzi foglalkozásnak a mintája az a történeti összehasonlító nyelvészet volt, és tulajdonképpen a 19. század fordulóján a kutatásokat úgy képzelték el, hogy valahogyan a nyelvrokonság kell az alapja legyen az összehasonlításnak, és egyáltalán a metodikának is, és ahogyan mondjuk a nyelvészetben egy alapnyelv rekonstruálható, tulajdonképpen ugyanúgy a különböző finugor nyelvű népek kultúráját összevetve rekonstruálhatunk, kidesztillálhatunk egy ilyen ős finugor kultúrát is, valamifajta ilyen kezdeti kultúrát. Tehát a lényeg az, hogy mindenképpen valamifajta közös elemeket kellett keresni, és az volt a cél, hogy a mi kultúránk és az ő kultúrájuk között a közös dolgokat megtaláljuk, nem pedig az, hogy esetleg valamifajta különbözőségekre reflektáljunk.
Ez a fajta megközelítés sajátos kultúra szemléletet is eredményezett. A szibériai népeknek a kultúráját, az tulajdonképpen a korabeli nyelvtörténet mintájába, különböző időkben, különböző népektől átvett, avagy éppen hogy eredeti elemeknek a mozaikszerű konglomerátumaként tekintették, és valójában ennek a konglomerátumként elképzelt kultúrának a megértése az elsősorban történeti kérdés volt, tehát a vizsgálatoknak szinte kizárólag diakrón aspektusai voltak. Ez a kultúra felfogás, ez, én azt gondolom, hogy évtizedekig megőrződött, mégpedig abban, hogy a kultúrának a lényegét azt évtizedekig a kultúra múltjában, a régiségében kívánták látni, és a kultúrát azt egyfajta örökségként kezelték, amit, vagy képzelték el, amit ugye az elődeinktől kaptuk, és a mi feladatunk az az, hogy tovább vigyük és tovább örökítsük ezt a kultúrát. Tehát a múltbeliség, a régiség, ősiség, archaizmus, autenticitás, ilyen kérdések voltak fontosak a kultúrával kapcsolatban. És tulajdonképpen ez azt is jelenti, hogy egy picit ilyen fordított szemlélet volt, tehát nem az embereknek van, vagy a társadalom, vagy a csoportoknak van egyfajta kultúrája, hanem a kultúrának vannak hordozói. Ugye ez a szovjet néprajztudománynak van ez a kedvelt terminus technicus, hogy az ember az egy etnofór, tehát ahogy az amforában a bort szállítjuk és őrizzük meg, úgy tulajdonképpen az ember, mint egy ilyen cserépedény, valójában csak hordozója és tovább időről időre tovább örökítője egyfajta ilyen egységesként és ősiként elképzelt kultúrának. És ebben a felfogásban mindenfajta változás az pusztulásként tételeződik, és tulajdonképpen is itt is kapcsolat van a nyelvészet és a néprajztudomány között. Ahogy a nyelvészetnél egy bevett tematika, az úgynevezett veszélyeztetett népekkel foglalkozni ennek mintájára, finuglisztikában veszélyeztetett nyelvekkel, és finuglisztikában néprajzban pedig szeretnek úgymond ilyen veszélyeztetett népekkel foglalkozni. Ez az abszolút eszencialista megközelítés, amit itt felvázoltam, ez tulajdonképpen mondjuk Schmidt-Éva munkásságában is megfigyelhető. Egy tanulmányára szeretnék utalni, egy nekrológ, amit a Valeri Csernyecov halálára írt, és tulajdonképpen ez volt az apropója annak, hogy a Csernyecovnak nagyon furcsa élettörténete volt, hogy elmondja azt, hogy az obiugor kultúrának van egy ilyen, hát egy ilyen átörökítő rendszere. Tehát igazából az ő kérdése az volt, hogy a mancsi és a hanti kultúrában egy ilyen alapvető információs csomagból ki, hogyan és milyen elvek mentén és mennyire részesedhet. Tehát ugye úgymond a beavatottságnak különböző fokai voltak kor, nem, különböző társadalmakhoz való tartozás kapcsán. Ám de szerintem az egyik legfontosabb állítás az ebben az, hogy ugye az első ilyen differenciáló jegy az az, hogy valaki hanti vagy nem hanti. Tehát ebből a kultúrából csak a hantik részesülhetnek. A rejtett üzenet az ugye az, hogy mindenki ki van ebből rekesztve. Magyarán a hantik azok kvázi kiválasztottak, és erre a szemléletre, hogy itt hantik kiválasztottak vagy nem, azok erre egy picit később majd újra reflektálni. A rokonságkeresés, mint premissza egyértelműen kihat a kutatásoknak az időszemléletére is. A recens kultúrát, tehát a kutatás pillanatában megfigyelhető kultúrát, azt mármint hogy Szibériában megfigyelhető kultúrát, a korabeli magyar kutatók igazából a saját kultúráik, a magyar kultúra egy korai szakaszának, mint egy ilyen torzult múzeumának
tekintették, és szerették ezekben a kultúrákban valahogy a magyarok őstörténetét felismerni. Ugye mindenki, vagy hát nagyon sokan ismerik a Jankó Jánosnak az elhéresült háromszög elméletét, ami ilyen földrajzi és történeti szisztémába is elhelyezi a finnugor nyelvű, a finnugor népeket, és ő tulajdonképpen azt mondta, hogy ugye ez a háromszögnek az egyik csúcsa az a korabeli magyar kultúra, a másik csúcsa az a korabeli finn kultúra, és a harmadik az pedig a korabeli obi-ugor kultúra, és hogy valójában minden finnek kultúrát le tudunk írni úgy, ha elhelyezünk valahogy ebbe a háromba, a három viszonyítási ponthoz való távolságát. Ráadásul ugye ő azt mondta, hogy a korabeli finn kultúra az mint egy megfelelt a honfoglaláskori magyar kultúrának, ezt már nem kockáztatná meg senki. És hát ugye az obi-ugor kultúra az pedig az ugorkori együttélés kultúrájának feleltethető meg. Ebből következik az, hogy ezek a kutatások, ezek relatíve érzéketlenek voltak a jelen kutatások iránt. Alig foglalkoztatta őket az akkor és ott élő embereknek az élete, vagy hogy én patetikusan mondjam, a sorsa. Igazából csak az archaikus elemek voltak számukra fontosak, ami hát nyilvánvalóan a kutatási témákban is, a témaválasztásban is megjelenik. Tehát folyamatosan rekonstruálni akartak egy még archaikusabb állapotot, aminek köszönhetően rengeteg recens kulturális elem kívülrekedt az érdeklődésükön. Ráadásul nem csak a témaválasztás, hanem maga a bemutatásuk ezeknek a népeknek is alapvetően archaizáló volt. Tulajdonképpen a mai napig az én összefoglalókban szeretjük őket ilyen tradicionális életet bemutató népként bemutatni. Még a mai napig egy picit az élő ugor kultúrát látjuk az obi-ugorokban. Tehát valahogy Szibéria, mint egy ilyen kulturális frigider működik. Kérdés az, hogy ez egyáltalán probléma-e? A nyilvánvaló történetietlenség mellett, ami ugye egyértelmű, elég csak a 17. századi prémlázra gondolni, és hogy ez hogyan alakította át a szibériai kultúrákat, más szempontok is felvethetőek. Például az, hogy a statisztikai adatok és a bemutatott valóság azok ollószerűen távolodnak el egymástól. Például, ha a hantikat nézzük, akkor a 2010-es azóta már megint eltelt 7-8 év, népszámlálás szerint több mint minden harmadik hanti városban él. Aki, ráadásul aki nem városban él, az megint nem jelenti azt, hogy ő a tundrában vagy a tajgában él valami eldugott helyen, ez egyszerűen azt jelenti, hogy városi rangra emelt településeken él-e, és a nem városban élők jelentős száma az pedig hát ilyen településeken, ilyen néhány ezer fős településeken él, semmiképpen nem a tradicionalizmussal, hanem sokkal inkább a marginalizációval leírható kulturális közegben. Néhányan próbálkoznak azzal, hogy megsatszolják, hogy hányan élnek úgynevezett tradicionális életformát. A Pivnyaga például azt mondja, hogy a hantiknak a 8%-a az, aki ilyen tradicionális életformát folytat. Vagyis a tradicionális hanti kép, amit megjelenítünk a leírásainkban, az alig minden tizedik hanti életére igaz. Mégis ezt mutatjuk be általános képként, tehát a kimerevített néprajzi jelen időben egy abszolút kimerevített életmódot mutatunk be. Elég megnézni a recens áttekintéseket, ugye ott is bemutatják a hanti kultúrát, valójában a 19. század fordulónak az állapotát, majd pedig a jelennek külön egy alfejezetben reflektálnak, mint egy epilógusként az addig elmondottakhoz, mondjuk a Hajdudomokos uráli nyelvrokonaim című könyvében, ugye politikai kornak megfelelően ott ennek az epilógusnak az a címe, hogy Új utakon. De 2009-ben is megjelent egy áttekintő kötet, ahol
Hát ugyanígy épül fel az egyes népeknek a bemutatása, a jelen bemutatása nem éri el a szöveg 10%-át, és az epilógusnak az a címe, hogy a mai helyzet. És mindez van szembeállítva a korabeli kultúrával. Tehát egy abszolút egy ilyen sajátos konverzió történik a Szibéria kutatásokban, teljesen marginális jelenségek abszolút centrálisként vannak bemutatva, a centrálisaknak pedig marginális jelentőséget tulajdonítunk. Mi lehet ennek az oka? És itt általánosabb okokról akarok beszélni, nem csak magyarországi okokról. Egyrészt az antropológiai kutatások állandó érdeklődése az exotikum után, a néprajzi kutatások állandó érdeklődése az archaizmus után, de másokat is fel lehet fedezni, például az orosz törvénykezési gyakorlatnak a hatását. Ezek a népek az úgynevezett északi kisnépek közé tartoznak, és a törvényi definíció szerint az északi kisnépek azok, akik tradicionális életformát folytatnak. Magyarán ebből evidensen következik az, hogy ezek az oroszországi úgynevezett native anthropologistok abszolút érdekeltek ennek az archaizálásnak a fenntartásában, mert hogy ez adja a tudományuknak a legitimitását. Ha a tradicionális kultúra eltűnik, akkor az ő tudományuk felszámolódik, és az ő egzisztenciájuk megszűnik. Hosszú távon egyébként az, hogyha reflektálunk ennek a tradicionalizmusnak az eltűnésére, az mondjuk ahhoz is vezethet, hogy ezeknek az északi népeknek a kedvezményei, amik elég komoly gazdasági kedvezmények, azok eltűnhetnek. Ráadásul az orosz kutatók is érdekeltek az archaizálásban. Oroszországban alapvetően állami finanszírozás van a tudományban, és valójában a tudományfinanszírozási rendszerből következően nincs esélye annak kutatásokat elnyernie, aki nem archaikus kultúrákkal foglalkozik. Ebből persze következik az, hogy a nem tradicionális életet azt egyfajta kultúravesztésként, lumpenizációként írják le, és most a Pivnyiva nevezető szerzőt szeretném újra idézni, ő azt mondja, hogy a jelenben valójában az őslakosok totális deetnizációja zajlik. Az, hogy visszatérve a magyar kutatásokra, hogy itt a rokonság az a kutatásoknak az alapja, annak a kutatások térszemléletére is hatása van, tehát a távoli tájak azok őshazákká konvertálódnak, és valójában az ismerőség és az otthonosság látszatát kereti. Bocsánat, mennyi időnk van? Még 8 percet van. Itt akkor nagyon röviden csak arra reagálnék, hogy ennek elvileg oda kellene vezetnie, hogy az szibériai őshonos népeket azt ilyen rokonokként és hozzánk közeli embereként definiáljuk. Ellenben a 19. század végé, 20. század elejé kutatásokban ennek ellenére volt egy erős távolságtartás és hierarchizálás, tehát az életmódjuknak a vélt primitívsége az fárasztotta és elborzasztotta a kutatókat. Később azonban ez jelentősen átalakult, a rokonság az átpolitizálódott. Egyrészt a nemzethalálok víziója miatt, ugye itt a folyamatosan veszélyeztetett finnugor testvérnépekben gondolkodtak. Ráadásul a finnugor keret az megszűnt kizárólag politikai, tudományos keret lenni, és politikai keretté is vált. Ugye nem csak finnugor, hogy is hívják a cifut, tehát nem csak tudományos kongresszusa van a finnugrisztikának, hanem kifejezetten finnugor világkongresszus is van, amelyik vegytiszta politikai esemény. Magyarán a kutató alapvető feladatává vált az, hogy megsegítsen a finnugor népeket, és ez egy ilyen alapvető szimpátiát kellett, hogy keltsen. Tehát a terep az átértékelődött, és egyfajta ilyen Kánaán lett, az elveszett tisztaságnak a földje.
földje lett. És itt megint lehetne idézni a Schmidt-Évát, aki tulajdonképpen a két kultúra közötti balanszírozásban átcsúszott a going native állapota felé, és ő egyértelműen, tehát a munkásságából következik az, hogy ezt a politikai aktivitást sokkal fontosabbnak tartotta, mint a tudományos kérdések megválaszolását. Másrészt pedig direktben azt a szemléletet terjesztette el a magyar kutatásban, hogy tulajdonképpen minden hanti és mansi, minden magyarnál többet ér, és mi valójában hozzájuk nem érhetünk fel. Mindez a viszonyulás elvárásként is megjelenik, és azt kell mondjam személyes tapasztalatból kiindulva, hogy teher a kutatók számára. Amikor az első telepunkámat végeztem, még csak magyar szakosként nem voltam néprajz szakos, bevallom, óriási lelki furdalásom volt amiatt, hogy én a hantikat, akikkel összetalálkoztam, húsvér embereknek láttam. Volt, aki végtelenül kedves volt, volt, akinek a jelenlétét nem bírtam elviselni, és valahogy ezt nem tudtam összeegyeztetni a finnugrisztika által sugallt ilyen idilli, kánaáni képpel. Ma már legalább annyira bizarr számomra, hogy ez miért okozott problémát, mint amilyen bizarr akkor volt az, hogy ezt így érzem. Azt gondolom, hogy ez a rokonságkereső archivizáló kutatási keret évtizedekig, legalább a rendszerváltozásig meghatározó volt. És két okot szeretnék elmondani, ami szerintem ide vezetett. Az egyik ok az az, hogy az első világháború kitörésével, majd a polgárháború és utána a Szovjetunió megalakulásával megszűnt terep lenni Szibéria és Oroszország számunkra, egészen kivételes esetek, és mondjuk Kodálytól származó hátszél kellett ahhoz, hogy valaki el tudja menni Oroszországba kutatásokat végezni. Magyarán nem voltak új tapasztalatok, terepélmények, és a kutatás az egyfajta hagyatékfeldolgozássá vált. Ez a nyelvészetben még sokkal érthetőbb, mint a néprajzi kutatásokban, bár bevallom, ott is tudott furcsa helyzeteket produkálni. Mert 1840-es évek közepén járt Reguli Nyugat-Szibériában, az ő hagyatékát munkácsi és pápai dolgozta föl, majd az ő hagyatékukat mások dolgozták föl, és ez a lánc, ez nagyjából ennek a vége, ez egyversik a rendszerváltozással. Tehát addigra dolgozták föl a Reguli hagyatékot, és tudjuk jól, hogy ma például a Schmidt-Éve hagyatéknak a feldolgozása zajlik. Egyébként a megnyíló terepek azok komoly megrázkódtatást okoztak a nyelvészeknek, akik berendezkedtek arra, hogy ezeket a nyelveket holt nyelvekként lehet kutatni, és jelen voltam egy olyan konferencián, ahol beszélgetésben elhangzott az, hogy ugye most a vita arról folyt, hogy hívjuk őket, osztyákoknak, vagy pedig hantiknak, és jött egy ilyen áthívdalú javaslat, hogy valójában az osztyák nyelv, az a nyelv, ami az archívumokban van, Regulitól, Pápaitól és másoktól, míg a hanti nyelv az, amit ma beszélnek az emberek, vagyis az a nyelv, ami még nincs az archívumban, és hát majd csak az lesz a sorsa, hogy archívumba fog kerülni. Tehát idő kellett ahhoz, a fordulathoz, hogy már ne holt nyelvekként viszonyuljanak hozzájuk. A néprajztudományban ez egy picit még furcsább volt, itt elég mondjuk az ifjabb Kodolányi Jánosnak a munkásságára utalni, aki tisztán múzeumi források alapján építette egy életművet arra, hogy az obi-ugor kultúráról beszéljen, és annak az obi-ugor kultúrának semmifajta találkozási pontja bármilyen jelen idővel soha nem volt. Az, hogy megnyíltak a terepek az oroszországi rendszerváltozással, az azt is jelenti, hogy a konkrét tapasztalatok felülírták a tudománynak a beállítódását. Más terepmunka ideálok lettek érvényesek, ugye az első világháború előtt alapvetően expedíciókat vezettek a rendelkezésre álló nagyon rövid idő alatt minél nagyobb területet bejárni, hogy egyrészt legyen egy átfogó képünk, másrészt pedig összehasonlításra elegendő anyagot teremtsünk különböző helyekről. Ezzel szemben addigra már egy másfajta terepmunka ideál a rendszerváltás után, a hosszú idejű állomáshoz a terepmunka vált ideálnál.
De nem csak a magyar kutatásoknak nyílt meg Szlibéria és Oroszország terepként, hanem tulajdonképpen az egész világ számára ekkor nyílott meg. Ami azt gondolom, hogy tehát a sokáig hiányzó nemzetközi antropológiai kutatásoknak ma egy kulcsterülete Szibéria, ez nekem meggyőződésem. Ez a magyar kutatásokban is új szakmai referenciákat teremtett. Alapvetően addig elsősorban az orosz néprajzi irodalom volt az orientáció, amelyik áttolódott az angol szász irodalom irányába, és többek között ez is a jelen kutatások felértékelődéséhez vezetett. Teljesen új értelmezési keretként jelent meg a szovjet és posztszovjet keret, ugye korábban csak ilyen genetikus rokonsági és areális kapcsolatok voltak fontosak ezekről a népekről beszélve, és ehelyett a társadalmak, a vizsgált társadalmaknak az életét állami keretekbe, állami meghatározottságokba helyezték bele, és a hangsúly a mindennapi élet politikai és társadalmi kereteire helyeződött át. Ráadásul ezzel együtt egyfajta reflexív önértékelése is lezajlott a Szibéria kutatásoknak, tehát egy ilyen posztkolonialista fordulat megtörtént ebben a tudományban is, és ez teljesen új témákhoz vezetett. Magyarországon eltűnt nagyjából, többé-kevésbé eltűnt az őstörténeti tematika, és olyan kutatási témák merültek föl, csak néhány példa, mint a titok és a pletyka, az elképzelések a tisztaságról és a tisztátalanságról, a színlelés, mint politikai stratégia, vagy mondjuk az alkoholfogyasztásnak a kultúrája. A második ok, és ez az utolsó gondolatom, az az, mármint hogy ennek az archaizmusnak a megőrzésében, hogy ezt megőriztük a rendszerváltásokat. Jó, köszönöm szépen. Az az, hogy a finnugor néprajzi kutatások, és nem csak a finnugor néprajzi kutatások, azok kettős intézményi beágyazottságban léteztek. Tehát aki finnugor népek kutatásával foglalkozott, az vagy néprajzi műhelyekbe helyezkedett el, vagy finnugrisztikai műhelyekbe helyezkedett el, vagy altaisztikai műhelyekben. Tehát ez egy nagyon sajátos helyzetet teremtett, mert azok, akik finnugrisztikai vagy altaisztikai műhelyekben dolgoztak, azoknak a számára tulajdonképpen tetszik, nem tetszik, a rokonság gondolata legitimálta a kutatást, és ez meghatározta azoknak a tematikáját, a módszertanát, sőt, mint több az első számú olvasó közönségét is. Arról nem beszélve, hogy a kutatók egzisztenciálisan érintettek voltak abban, hogy ezt a rokonság gondolatot életben tartsák, mint viszonyítási keretet, mert ha felszámolnák, akkor ezzel párhuzamosan saját állásukat, tehát a saját legitimitásukat ebben a befogadó tudományban kérdőjeleznék meg. És meggyőződésem szerint ez is egy olyan ok volt, ami leválasztotta a magyarországi finnugrisztikai kutatásokat a nemzetközi etnológiai és antropológiai kutatások fő sodráról. És ez tulajdonképpen a mai napig nagyon komoly dilemmát tud jelenteni, hogy a megváltozott szemlélet, mert megváltozott a szemlélet, hogyan illeszthető bele ezekbe a keretekbe. Ha a finnugrisztika az tényleg kizárólag egy nyelvészeti paradigma, akkor mi van a finnugor szakok oktatási portfóliójával, amiben viszont benne van a finnugor történelem, a finnugor irodalom és a finnugor kultúra is. És például, ha megnézzük ezeket a bizonyos cifukat, a finnugor kongresszusokat, ott is abszolút tág tematika van néprajztól, történelemtudományon és régészeten át, egész nyilván a nyelvészetig. Tehát itt azt gondolom, hogy egy ilyen nagyon sajátos helyzet alakult ki, amit például olyan a kiadványaink, és most néhány címet, amit közben kihagytam, azt kerestem, a mai napig megőriztek. Ugye a
Finnországban és Észtországban korábban lezajlott egy olyan váltás, amikor is a rokonság kutatások helyett egy más paradigmát helyeztek előtérbe, az areális kutatásokat, az Ilmari Manninennek és a Kuszta Vilkunának köszönhetően, és a Kuszta Vilkuna szó szerint azt mondta, hogy egyszerűen arra van szükség, hogy végre ne finnugor néprajzról, ne a finnugor népek néprajzáról beszéljünk, hanem a finnugor nyelvű népek néprajzáról, ha már van egy ilyen kutatási tradíció, amit kár lenne kidobni az ablakon, és most csak az elmúlt 3-4 évtizednek a címeit, vagy itt néhány régebbi is van, mutatnám, hogy ez mennyire reflektálatlanul maradt a magyar tudományos életben. Egyedül a Korompai Bertalan reflektált rá, akiről viszont nem mondható, hogy egy centrális alakja lett volna a magyar néprajztudománynak. Zsilai Miklós összefoglalása, hogy ez a finnugor rokonságunk. Hajdu Péter szerkesztett egy Uráli népek című kötetet. A Gulya János a Vízimadarak népének az alcíme az az, hogy tanulmányok a finnugor rokon népek élete és műveltsége köréből. Csepregi Márta a Finnugor Kalausz címmel szerkesztett tanulmánykötetet, vagy az utolsó ilyen összefoglalás, ami Keresi Ágnestől származik, annak is az a címe, hogy az uráli népek néprajza. Nem az uráli nyelvű népek néprajza, hanem az uráli népek néprajza. Tehát én azt gondolom, hogy a rendszerváltás után tényleg megjelent egy olyan néprajzos antropológus generáció, ami szakította a korábbi hagyományokkal, és ma valójában az zajlik, hogy ők és a mondjuk a finnugrisztika, altaisztika, ezek a tudományok keresik azt, hogy akkor hogy is van tovább az ő együtt vagy egymás mellett létezésük. Köszönöm szépen a figyelmet! Nagyon szépen köszönjük! Megtöröm a csöndet. Egyrészt is van egy kommentár, mert ugye nagyon szívemből szólóan beszéltél ezekről a X-ből dolgozzal, szakezdődik Gregorival és befejeződik Schmidt-Évával. És Schmidt-Évával személyesen folytattam erről egyszer egy beszélgetést, ugye mi kollégák voltunk az intézetben, és pont személyre hánytam ugyanezt, hogy mi a felének foglalkozik ő az X hagyatékának, éppen akkor a Csernyeszov hagyatékának a feldolgozásával, ha jól emlékszem. Mondom, ott van a te anyagod, arra kéne foglalkozni. Tudod mit? Azt majd föl fogják dolgozni az utána jövők, ez sokkal fontosabb, mondta. És ez volt a hozzáállása, gyűjtötte az anyagát, és abszolút nem törődött azzal, hogy azt ő dolgozza föl. Sokkal fontosabb nélkülnek érezte azt, hogy a múltban előtte jártoknak a hagyatékát feldolgozva. Na most, ez csak egy adalék volt, illetőleg egy másik ugyanilyen adalék, ugye a Kodály hátszél a népzenészeknek. Azért ez egy egészen kivételes lehetőség volt, és azt tudni kell, hogy gyakorlatilag 40 éven keresztül hiába kérték, követelték. Tudom, hogy édesapám is szeretett volna menni, és mások is, és az, hogy végül a vikár kijutott a Berecki Gáborral, az egy abszolút kivételes helyzet volt, nem is tudom, hogy minek köszönhető egyébként. És hát ők is ugye az uralom csak innét, a túl már nem, és az összes többi megkötése továbbra is megvolt. Ugye a probléma az volt valójában, hogy akkoriban ezek a területek döntő többsége úgynevezett zárt területek voltak, azért mert katonaiból, azért mert ipari, azért mert a fene tudja, hogy miért, a rendszernek ez volt a lényege. Tehát gyakorlatilag valóban igaz az, hogy a dizájnészek egyetlen egyszer, pontosabban ugye a Bereckivel ők többször voltak végül is, két vagy három úton voltak, de ennyi volt csak. És az osztjákokhoz, és a antikhoz, és a monsikhoz ugye soha nem jutottak el valójában. Na most a kérdésem az viszont nem is erre vonatkozik, hanem arra, hogy nagyon szépen vázoltad azt, hogy milyen volt a régi szemlélet, és hogy a rendszerváltás után az új generáció, aminek hát ugye az egyik képviselője te vagy, ennyiben hozott más témát. Engem az érdekelne, hogy a régi generációnak és a régi intézményeknek a fogadtatása ezeknek az új témának, mivel az amilyen volt. Mert ugye azért azt tudjuk, hogy elméletileg azt várna az ember, hogy egyfajta
hát hogy mondjam, ha nem is ellenségeskedés, de egy nehezkedésültök, nem értem a témát. Én ugyanakkor tudok ellenpéldákat, amelyek nagyon pozitíven viszonyultak. Éppen például a te kutatásodhoz, a habilitációdon, mondjuk a Bakrónai Mariannak a hozzáállása. Tehát érdekes módon, szemben az, amit az ember várna, valójában itt majdhogy nem örömmel üdvözölték az új tendenciákat. Arancsa? Igen, én azt szeretném kérdezni, hogy ebben a történetben, ebben a szemléletváltásban, amit felvázoltál, az osztják értelmiségnek van-e szerepe és mennyi? Megpróbálom elmondani, hogy miért kérdezem ezt. Én, nekem ugye van egy nem fejezett évem a filmkritikán, a Schmidt Éva akkor nem volt itthon és nem tanított minket, de én is engem is foglalkoztatott a gondolat, hogy ezzel próbáljak meg valaha dolgozni, aztán ebben nem lett semmi, ez előtt felejtve. De annyit tudok, hogy Évának a tragédiájában erősen szerepet játszott az, hogy a helyi ott akkor, ezt te jobban tudod, mint én, létrejövő őslakos értelmiség nem fogadta be. Vagy nagyon, nagyon releváns konfliktusok kezdtek lenni közöttük. És ezt, ha én jól tudom, igazából egyik fél se tudta feldolgozni. Ez az egyik történet. A másik az az, és itt kapcsolódok a személyes tapasztalataimhoz, hogy én egy, majd erről holnap fogunk beszélni, kb. Egy fél évet jártam egy amerikai-indián egyetemre, ahol indián értelmiségiek tanítottak indiánokat arra, hogy hogyan kell kezdeni valamit a múltunkkal. És ez a viszonyulás, ez azt foglalta magában, hogy bármit csak az európai antropológiát ne. Azt nem akarjuk, az nem kell a vörös posztó. Majd mi kitaláljuk, hogy mi milyenek akarunk lenni. Na most az erre való reakciók az európai vagy amerikai értelmiség részéről, tehát maguknak az antropológusoknak a részéről, azok hát ennyi szólva megosztottak. Volt, aki elfogadta ezeket a viszonyulásokat, volt, aki nem, de tehát nagyon nagy buták, ebben most nem akarok belemenni. Az a kérdésem, hogy ilyesmit te tapasztaltál, ez hozzájárult ahhoz, ahogyan te gondolkozol ezekről a dolgokról, vagy nem? Tehát az értelmiség szerepe, az őslakos értelmiség szerepe. Ennyit köszönöm szépen. Igen. A hazai viszonyokat keverném, akkor ide és gyűjjünk Schmidt Éva ismerőseinek körébe tart, hogy én is voltam ismerőse Schmidt Évának, ugyanabban az intézményben érettségiztünk. De nem erről akarok kérdezni, hanem arról, hogy hogyan látod a tudománypolitika személyek által meghatározott trendjeinek összefüggését azokkal az általad felvázolt folyamatokkal, amelyeket egyébként a magad szempontjából mutattál be, vagy be. Tehát, hogy én az altruisztikai műhelyek képzéseiben vettem részt, és mongolista diplomával rendelkezem, és van némi terep tapasztalatom a területről, de még jóval korábbról, tehát én 83-ban voltam ott egy évig. Teljesen lehetetlen volt bármiféle terepmunkának a kierőszakolása az adott intézményrendszerben. Hiába szerette volna az ember, és hát utalhat akkor a Caroline Humphrey-nak a Karmas kollektív feldolgozására, ami ráadásul Burjant terület, ahol pláne nem lehetett menni, mert ilyen időben tárolták arra képákat, úgyhogy oda aztán végképp véletlenül kerültem. Oké, tehát hogy a tőkeinek volt egy lehetősége, a Ligeti meghatározott valamit, mint filológiai hozzáállás, és azt mondta, hogy ez a mi lehetőségben nem volt gyarmatunk. Mondta nevedet, kérdezik. Magyar Sándor, Magyar Tanácskörnyi, aztán említetted, hogy a otthonság és az aleális személyek kutatások parlamája, ami egyébként ezt nem történik átfélelmeket, és ez hogyan változott meg a rendszerváltás. Én azon a kérdésem, hogy a mai szibériai kutatás, amit a
te generáció képvisel, az hogyan érzek egy nemzetközi trendekben. Tehát nyilván ez egy másik előadás témája, de kíváncsi vagyok, hogy van ennek a kritikai fordulatnak, amit létrehoztatok, nemzetközi beállítottsága, akár tematikai módszertani, tehát vannak ilyen tendenciós különbségek a kelet-európai mai paradigma váltó szívélkodatás és a nemzetközi gondolat között. És igen, a másik pedig az, hogy ennek a kritikai fordulatnak, amit ez az új generáció létrehozott, van-e ennek a paradigmaváltásnak van-e olyan típusú feldolgozottsága, mint például a néprajzi antropológia vonatkozásban, a vonatkozásában a rendszerváltás környékén. Tehát ilyen típusú vitát nem is nagyon hallottam, ami mondjuk textualizálta volna ezt a új típusú intézményesülés. A rég és a mostani. Én nekem az... Ja, parancsolj! Nem tudom, egy kicsit félreviszi a kérdésem valószínűleg a beszélgetés, de végig azon gondolkodtam, hogy ha már volt ez a nagy váltás a kutatás történetben, vajon van-e olyan új kutatás Szibériában, ami nem csak tehát a finugor nyelveket beszélő népeket kutat, hanem egy településen minden ott élő népet. Tehát ő mennyire jelenik ez meg a legújabb kutatásokban, nemzetközi években és magyarországiakban.